ugyanannak a napnak a délutánja, amikor a szigetelést csináltuk. Előkészültem az oszlopállításra, hát persze nem mindent hoztam ki, csak ami szükséges volt. A dobozokat azért kellett kiborítanom, mert valamelyik csavar közé volt dobva a bitfej, ami kell ezekhez a csavarokhoz. Ezeket már bemutattam egy külön videóba, ezekkel fogok dolgozni. A láncfűrésszel vágom a gerendákat, amik görbék, meg csavarodottak, mint a rosszabb. Azzal a fúróval tervezem a betont lefúrni, tényleg még meg kell keresni a betonfúrót. A másik fúrógéppel fogom a fákat átfurkálni, a flexel fogom elvagdosni a menetes szárakat. Itt van néhány talp. Hát van itt egy vízmérték, de ez csak így játékból van. Igazániból nem lesz a vízmértékre nagyon szükségünk. Elkezdjük ott felállítani az oszlopokat, azért ott, mert ugye ott útban van egyrészt a terasz, másrészt a terasznak a mindenféle lábai, tehát ezekhez alkalmazkodnunk kell, ezekhez a lábakhoz, és akkor ennek megfelelően fogjuk az átellenes oldalon felállítani az oszlopokat, miután itt megvannak. Hát itt a szélen például nem tudom, itt hogy fogunk ideférni, itt valószínűleg nem fogunk minden csavart beletenni, csak egy irányból fogjuk tudni rögzíteni az oszlopot. Nem baj, majd a többi oszlop megfogja, meg itt úgyis át lesz majd az OSB-vel lapolva, ugye össze lesz kötve a két épületrész. Hát a helyzet az, hogy igazándiból ugye a ház ferde, az előszoba egy kicsit alkalmazkodván szintén ferde, a beton is lett egy kicsikét, tehát igazándiból itt semmi értelme vízmértékkel és derékszöggel játszani. Ezért nem is készültek ilyen előre gyártott elemek, mert itt csak hozzá kell csiholni majd az elkészült meglévő falakhoz az újat. És hát ugye, ahogy mutattam is egy videóban, ami még nem került föl, de fel fog kerülni, azok a gerendák, amik ott vannak, ott fogom majd őket vágni. Azokból egy jelentős részük nem csak görbe, de meg is van a saját tengelye körül tekeredve. Tehát, mint olyan, hogy vízmérték az lehetetlen, nem tudom, hogy fogjuk őket bekendácsolni. A két oszlopot azt nagyjából úgy fogjuk egymással szembeállítani. Hát slagvízmértékünk nincsen eleve, de mint mondom, itt fölösleges is vízmértékkel bóckodni. Lesz rakva egy oszlop, ide hozzuk annak az oszlopnak a gerendáját a maga ferdességével, lefektetjük, és akkor megnézzük, hogy hova kerül a túloldalra az oszlop, és oda lesz fölcsavarozva. És akkor így a ferde gerendák stimmelni fognak. Ez van! Tudom, nem szép megoldás, de így lesz. Megy közben egy timeless felvétel, hát az aksia az nem tudom mennyit bír, időnként rá tudom majd dugni tápra, de hát ez a vezeték, ez kelleni fog nekünk ott a munkákhoz, úgyhogy csak időnként fogom onnan megtápolni. Több mint valószínűleg nem fogja végigbírni a mai napot. Ez van! Na, összerakom a láncfűrészt, aztán nekirátunk lassan az első oszloptartó vasat, ott a legkényelmetlenebb helyen fölrakni. Ugye erről most nem lesz a felfurkálásról videó. Akit érdekel, egy oszloptartóvas felfurkálás, az a fatároló tákolós sorozat, van egy ilyen fatároló tákolása című sorozatot, láthatók ilyeneknek a fölbénázása, ott éppen rosszul sikerült egyébként. Úgyhogy ezt nem fogom mutatni, timelapse lesz az egészből, meg az egész oszlopállításból. Akit ilyen oszlopállítás meg ilyenek érdekel, az nézze meg a fatároló tákolós sorozatot. Annyit javítottam a helyzetünkön, hogy ezek most nem 10-es betonacéltartó csavarok, hanem 8-asok, tehát lesz némi mozgás a lyukaknál, hogyha nem sikerül tökéletesre fúrni, akkor van némi mozgástér. Na, essünk neki, mert ahogy Olasz Tibi mondaná, a sóra valót nem keresnéd meg nálam, hát én se saját magamnál.
ezért jó egyébként a tanya, meg az ilyen spontán építkezés, mert ugye nincs tervrajz, tehát igazándiból olyan halvány elképzelések vannak, hogy hogy szeretnénk, hogy kinézzen a ház. Folyamatosan alakuló valami. Igen, és egy folyamatosan alakuló valami lesz belőle, ahogy mondta az asszony, tehát rájövünk, hogy ja, hát az úgy nem volt jó ötlet, amit kitaláltunk, mert egy rajz se készült semmi, és aztán most emiatt lesznek ilyen csodálatos megoldások, mint itt ez a két oszlop egymás mellett, az egyik falhoz, a másik falhoz, és akkor cserébe itt nem 60 centinként lesz az oszlop, hanem akkor oda csak középre bemegy be egy, tehát ilyen 1.20-on lesz a két oszlop közötti távolság. Na hát mindegy, mert ugye oszloptartó vasat még csak-csak lehetne venni, de oszlopot, faanyagot már nem akarok hozatni. Szóval itt folyamatosan alakul az épület. Organikus, igazi organikus építészet. A falhoz a belépszög az igen, is nagyjából. Mindig van egy ilyen gerendába. Bazd meg. Na jó, akkor szemre. Akkor ez az ezt lesz, amit... Hogy? De! Hú, de csámpás ez a gerenda. Jó, mindegy, ezt a gerendát kell ide tenni. Csak nem videózol. De! Jó, hát akkor ez a gerenda lesz itt. Így jelöljük ki az oszlopot. Gerendához próbáljuk az oszlopokat. A másik felét fölrakjuk, fölállítjuk itt azt a két oszlopot, és mára ennyi, elég volt. Régebben sötétedésig csináltam volna, az előszobát is így csináltam, meg a teraszt, dolgoztam, mint az állat, de most már szarok bele. Rájöttem, hogy nem vagyok én rabszolga, mára ennyi, holnap folytatás, kész lesz, amikor kész lesz, én már nem. Öreg vagyok már. Ez az a pillanat, amikor rájöttünk, hogy elcsesztük. De nem kicsit, rohadt nagyon. Rövidekre vágtuk az oszlopokat. Ugyanis 2.15-re kellett volna az oszlopokat vágni, a 2 méter helyett, hiszen idejönnek a 15-ös gerendák, de most nem tud idejönni a 15-ös gerenda, mert ha idejön, nem férek be alá. Valamiért elcsesztük az elsőt, és ehhez mértük az összes többit. Úgyhogy amit eddig kitaláltunk, az nem jó, valami tök más kell kitalálni, biztos, hogy kell faanyag is hozzá, egész másképp kell megcsinálni, azért találtam ki ilyen faanyagspórolósa, hogy ne kelljen annyi faanyag, mert ugye az lett volna a koncepció, hogy ide, ugye, tehát ide jön egy 15-ös, 7-es fész a 15-ös ide, és akkor szépen végigfekszik rajta a 15-ös deszka, alulról lambéria, felülről OSB, kettő közt a szigetelés. Tehát ugye, ha innen levonok 15-öt, az ekkora. Elfelejtettük, a 2 méteres belmagassággal számoltunk, nem a 2.10-15-tel, és 2.15 helyett 2 méterre vágtuk le a gerendákat. Úgyhogy most vagy 185 centi lesz a belmagasság, vagy nem tudom. Állítsd le! No, eldöntöttük, mi legyen. Az lesz, hát egy picikét kevésbé lesz stabil, és egy picikét több faanyag fog kelleni, de ez van. Most már más nem nagyon lehet csinálni. Fogjuk, föl lesznek rakva a tetejükre a 7.5x15-ös gerendák. Tehát innen fog menni oda. Ezt hétvégén nem tudjuk megcsinálni, mert 160-as csavarjaink vannak. Még ha bele is hülyeztek, akkor se lóg ki elég, mert azt szeretném, hogy legalább egy 10 centi kilógjon bele a fába. Úgyhogy azzal megvárjuk a hétfőt, hogy Pistéknél becserélem a 160-as csavarokat valami hosszabb csavarra. Remélem van ilyen csavarból meg szögből hosszabb. És akkor a szélére fog egyedül plusz kerülni, mert ahhoz, hogy az OSB-s tetejét le lehessen zárni, ugye akkor a szélét is fel kell emelni. Úgyhogy így a szélére is végig lesznek fektetve 7.5x15-ös gerendák. Úgyhogy ennyi.
ez lesz itt a megoldás, és akkor ide viszont valószínűleg kelleni fog plusz gerenda. Tehát valószínűleg két darab 4 méteres gerendával többet kell beruházni, de én ehhez már nem akarok hozzányúlni. Ez így lesz. Így ér véget a nap. Szilaj gyönyörnek vége is szilaj. A helyzet az, elkészültek az oszlopok. Ugye a vízmértéket azt leamortizáltam. Az megfeküdt. És úgy tűnik, hogy jelenlegi képességeim láncfűrésszel való dolgozás hatására elértem a végéig. Mert hogy ilyen fél centig, egy centig, 4 milliméterek, nem tudom olyan pontosan levágni a láncfűrésszel, akármit is csinálok, hol itt egy fél centi, hol ott egy fél centi, hol nem lesz teljesen egyenes a vágás, mint ott. Tehát ez most ennyit megy. Úgyhogy kell valamit szerezni, amivel utólag ezeknek az oszlopoknak a tetejét egybe tudom vágni. Mert ott is van. Hát az kb. Hogy van? Az a fel egy fél centivel magasabb, mint ez. Tehát ezek így el lettek menet közben kúrva valahogy. Ugye egy felől onnan kezdtük mérni, aztán onnan kezdtük mérni azokat, de nem volt semmi hosszunk, amivel keresztül tudtuk volna mérni, úgyhogy ott az oldal az pedig eleve hosszabb. Sejtettük, hogy hosszabb kell, mert van egy kis lejtés a betonba, de nem ennyivel. Szóval arra gondoltam, hogy szerintem egy orrfűrész lesz az, ami nekem kell, mert olyan kéne, ami legalább 10 centit tud egyszerre vágni, hogy akkor végig tudjam vágni, végig húzzak egy vonalat, és akkor remélhetően azt már egyenesen el tudom vágni. Itt az előszobánál még láncfűrésszel vágtam le az ilyen pluszokat. De akkor kisebb volt a láncfűrész, meg ügyesebb is voltam, úgyhogy meg nincs kedvem vele baszakodni, megmondom őszintén, hogy ott fönt, ott a láncfűrésszel szórakozok. Én nem tudom, melyik erre az ideális szerszám, szerintem az orrfűrész. Csak olyat kell venni, ami tényleg 10 centit tud egyszerre vágni, és akkor ezeket méretre vágjuk. És akkor az lesz, tegnap végül is ez a döntés született, hogy rárakjuk a tetejükre a keresztgerendákat, úgyhogy oda kellenek akkor jóval hosszabb csavarok, mert ugye nekem 16-os csavaraim vannak, és állítva 15 egy ilyen gerenda, tehát 1 centit érne át. Ha besülyeztem, van egy sülyeztőm, azzal 5 centit tudok besülyeszteni úgy, hogy a fúrógép csavarúzó fél beérjen, tehát akkor 6 centi érne bele ebbe, azt én kevésnek találom. Tehát venni kell hosszabb csavarokat, legalább 10 centi érjen ezekbe bele. Plusz elvasakkal is meg fogom őket még erősíteni. Na, úgyhogy ez van, tehát itt most már ezt abba hagyjuk. Ide bevágtam ezt láncfűrésszel, ezt a 120-as, de ez se lett túl szép, tehát most valahogy nem megy. Úgy nagyjából egyenes, szemre jónak tűnik, addig, amíg nem rakod be a helyére. Abban a pillanatban kiderül, hogy hopp itt 2 mm-rel hosszabb, hopp ott 3 mm-rel hosszabb. Hát ennyi. De nekem ilyen pár milliméterek nem mennek láncfűrésszel. Vagy van, amitől egy picikét ott fel, de ott is meg pár milliméter feldesség benne. Az itt már gond, úgyhogy holnap reggel azt hiszem nyit. Kora reggel Kenobi tábornok boltja, mint egyetlen eshetőség most, mert a Pistiék zárva vannak hétvégén, és akkor megyek ott, beszerzek valamit. A terv egyébként az, hogy itt lesz egy 120x150-es ablak, hát a többi az meg fal. Tehát végül is most már az oszlopok állnak, úgy ahogy, mondhatjuk, a tetejüket kell megigazítani, és akkor végig lehet rajtuk majd fektetni a gerendákat. Hát ha kapok ilyen hosszú csavart a bódba holnap, nem emlegetem melyik bódba, mert nem fizetnek, érte? Akkor... és annyira nem szeretjük őket, hogy ingyen emlegessük őket, mert ugye ezek 160-asok, de ez ide kárcsú. Ilyenből egyébként, tehát oda ezt például úgy rögzítettem, az asszony itt izé mondta, hogy nem kell ennyi, hogy besülyeztettem oda egy 160-as csavart, és 260-as szeget még egy-egy oldalon. Túloldalt szintén ugyanez van, hát már jó mellé is van kalapálva, az látszik, igen. Ide nem is fértem be rendesen. Ott is benne csavar, besülyeztve, meg 260-as szeg. Ennyi fog egy ilyet. Hát ennyi. Sziasztok mára! Megtörtént reggel a bevásárlás, vettem egy orrfűrészt. Hát az orrfűrészt azt összesen 2 gerendánál használtuk mindössze.
Nagyon nem haladós nekem, tehát nagyon nyomorult, lassan haladtunk. Vicces volt, egyébként vettem hozzá ilyen durvább fűrészlapokat, hogy biztosan átírja a gerendát, jó hosszú. És képzeljétek el, miközben kicsomagoltam a nejlonjából, ebből a fűrészből egy fog kitört. Tehát kicsomagolás közben, itt látszik is valahol. Ott kitört egy fog. Hát, nagyon nehezen hozzáférhető helyem kell vágni minden áron, akkor jó egy ilyen orrfűrész, de egyébként, ha hozzá lehet férni, akkor szerintem nem. Tehát lassú szar. Ott a fal mellett az orrfűrésszel dolgoztam, de lehet, hogy azt is inkább a láncossal kellett volna. Várnék, mert hogy itt ezeket itt megcsináljuk, szerintem azt érdemes, hogy ez az orrfűrésze, hogy pontosabban tudjál vágni. Hát most már itt tök pontosan vágtam nagyjából. Na mindegy, szóval utána aztán a láncos kutya fűrészt elővettem, és akkor azzal lett eligazgatva. Igazániból azt csesztük el, ugye, hogy tudtuk, hogy lejt a beton, mert ugye nem betonoztuk szintbe, mert akkor itt a 10 centi beton helyett ott már 20-nak kellett volna lennie. Úgyhogy benne hagytuk ezt a lejtést, viszont az oszlopoknál először ezzel nem kalkuláltunk, és akkor nem raktuk még fel a gerendákat, tehát nem mértük őket össze, hanem ezt az oldalt egymással mértük össze, meg közel voltak, ezt az oldalt meg egymással, de a kettő között volt 10 centi időnként. Úgyhogy aztán most végül is összemértük úgy, illetve vettem egy ilyen spárgát, meg nem tudom, hol van a vízmérték hozzá, itt van, ilyen spárga vízmértéket, és akkor ezzel is mértünk itt keresztbe, innen oda, úgyhogy most úgy nagyjából minden vízmértékben van, nagyjából. Ebből kifolyólag viszont a belmagasság azon az oldalon 205 centi lesz, ugye, mert oda jön rá a teteje, a másik oldalon 195, ugye ott lesz az ágy, tehát ez nem annyira vészes, az asszonynak meg különösen nem. De az ágyba úgy se állunk. Igen. Na, mindegy, szóval végül is aztán a 90%-át a láncos kutya fűrésszel csináltam, egy-kettőt azzal, és akkor még az ilyen kis csámpásságokat, görbeségeket még vettem ilyen. Már rommá ment. Hát annyira még nem ment rommá, ilyen lapkás csiszolót a flexre, és ezzel lenyomtuk. Most nagyjából megvagyunk, szerezni kell rohadt hosszú csavarokat, és akkor azokat szerintem majd beszerzem a hét elején, és akkor lenyomjuk. Hát az orrfűrészt elrakom, majd meglátjuk, mikor lesz használva. Az neki kéne próbálni majd a kicsi fogú lapkát. Igen, kipróbáljuk a hozzáadott kicsi fogú lapkát is, bár elmentek ennek a nagyfogúnak, nem tudom, hát mindegy, van, ez a gyári, ez ugye rövidebb, ez csak valami 12-3 centi, ugye ez itt látszik is, hogy eztet vettem hozzá külön. Ez azért jóval nagyobb és harapósabb. Hát én nem, első körben nem vagyok kiájulva az orrfűrésztől. Én úgy látom, hogy tényleg eldugott helyekre be lehet vele szuszogni, de... Hát meg lehet, hogy ilyen kicsi dolgokat könnyebb vele vágni, nem? Hát lehet. Hát hogy ilyeneket. De akkor meg minek van 200-as, hogy hívják, vágó? Hát mindegy. Jó van, most egy kicsikét így lenyugodtunk. Legalábbis én. Most már nagyjából egy vonalban vannak az oszlopok. Majd közéikről vágni ilyen merevítőket még. Hát lehet, hogy igazániból csak nem akarok már annyi pénzt költeni. Venni kéne egy kézi bigyót. Körfűrészt. Ez nem jutott eszembe. Meglátjuk. Persze, van kézi. Na mindegy, meglátjuk, ez még a jövő zenéje. Abból még csiszolni akartam egy kicsit. Na, sziasztok!